vendége Lili megunta természetes hosszú haját, változásra vágyott, ezért felkereste fodrászát. Régóta növeszti frizuráját, de rájött, hogy vagány stílusához nem illeszkedik ez a szolíd egyszerű haj. Lilinek régebben is volt már festett, tetovált friszkója, és ahhoz hasonlót most is szívesen bevállalna. Nem szeretné, hogy az egész haja festve legyen, de minden másban picúrra bízza magát. Fodrásza egy tarkónál készített rejtett hajtetkót és egy ötletes melír technikát választ, hogy izgalmasabbá tegye Lili megjelenését. Első lépésként elkészíti a mintát a tarkóra. Második lépésként, hogy még kutatósabb legyen a tetoválást, is kiszínezi két kiválasztott színnel. Fóliás technikával helyezi el a melírokat, figyelembe véve a választék irányát. A hatóidő eltelte után színvédő samponnal és pakolással ápolja a Lili haját. A szárítás előtt felviszi a megfelelő, fixáló termékeket. Egy alapos hajszárítás után a gőzölős ápoló hajvasalóval kisimítja tincseit. Az elkészült frizura alkalomhoz illően bármilyen irányba fésülve más-más megjelenést kölcsönöz viselőjének.